Sir Philip Green az a milliárdos, akit 5 alkalmazottja vádol szexuális zaklatással és rasszizmussal. A bírósági tiltás ellenére egy munkáspárti politikus megnevezte a több kiskereskedelmi hálózatot tulajdonló és működtető üzletembert a brit parlamentben. A nyilvánosságra hozatalt a megakadályozó titoktartási szerződések és jelentős nagyságú pénzkifizetések leplezték a súlyos és ismétlődő szexuális zaklatásokat, rasszista bántalmazásokat. Mint parlamenti képviselő jogom és kötelességem megnevezni ezt a szemét, Philip Green, közölte Peter Hain felszólalásában. A képviselő parlamenti privilégiumát kihasználva léphette át, kerülhette meg a bírói tiltást és nem követett el törvénysértést. Az ügy előzménye, hogy a szexuális és rasszista zaklatási ügyet feltáró The Telegraphnak egy brit bíróság megtiltotta a megvádolt személy nevének közlését. Az újság hiába hivatkozott arra, hogy az ügy új lendületet adhatna a MeToo kampánynak. Sir Philip Green, az Arcadia Group vezérigazgatója, hozzátartozik többek között a Topshop, a Miss Selfridge és a Dorothy Perkins divat cég is. A tiltás egyébként továbbra is érvényben van, de Hain bejelentését követően most már a teljes brit média Green nevétől hangos. Az üzletember népszerűsége már akkor jelentősen csökkent, amikor felszámolta BHS bolt hálózatát, és így 12 ezer ember maradt állás nélkül. A legfrissebb fejlemények újabb foltot ejtettek megkopó hírnevén. A milliárdos amúgy kategorikusan tagadja az összes ellene felhozott vádat.